Franco Zilodába, és azt mondta, hogy Laci, én öngyilkos leszek. Öngyilkos akart lenni, és amikor megkérdeztem miért, azt mondta, hogy azért, mert nem szeretnék meghagyni. Mielőtt megfogyok, öngyilkos leszek. Aztán beszélgettünk egy kicsit, hogy is alakult ez ki, és valami olyasmi történt vele, amit Józsi itt az előbb említett, hogy elindította a hitelét, mert szerette volna egy kicsit korszerűsíteni a lakását 40 ezer forintos törlesztő részlettel. Ezt a bank felvitte 80 ezer forintra. 80 ezer forint volt a nyugdíja. Úgy gondolta, 40-et bőven ki tudja fizetni, 40-ből meg tud élni, mert ő spórolósabb, nem kell neki 47, tehát a 40 is elég. És dolgozott mellette egy kicsit, volt mit ennie, tudott fűteni. De amikor 80 lett a törlesztő részlet, akkor már nem tudta fizetni a gázszámláját. Kikapcsolták a gázt. Nem tudott tüzelőt lenni, mert amikor nem kellett fűteni, még csak-csak meg tudott élni. Aztán eljött az ősz. Egyre hidegebbek lettek a napok, és neki nem volt tüzelője. És úgy gondolta, hogy nem fog megfagyni a lakásában. És akkor mondtam neki, hogy tehát Magdi, hát minek fizeted a hiteledet? Miért olyat lehet? Kérdezte ő. Lehet olyat, hogy nem fizetem a hitelemet? Hát ez a mi feladatunk embereknek megmutatni, hogy lehet ilyet. Ezt a mocskos uzsorát nem kell fizetnünk. Ez egy csalás. Átvertek minket. Higgyétek el, körülbelül már egy éve mondom, és fogom mondani addig, amíg kell, ha ezt mindannyian abba hagyjuk ennek a fizetését, akkor a bankok ebbe bele fognak dögleni. Mert a pénz hiánya a bank halála, és ebbe bele döglenek a mocskos csalók. Iratkoztassuk ki itt mindannyian, hogy nem fizetünk kuzsorát! Szervusztok, üdvözlök mindenkit, Üröntiné Pocsis Zsuzsa vagyok. Biztos sokan ismertek már a Facebookról. Azért kértem egy-két szót, hogy elmondjam nektek, hogy elég sok emberrel beszélgetek, és már szinte lelki segélyszolgálat vagyok, és nem hiszitek el, olyan dolgokat hallok, ugye, amit az emberek nem írnak ki se a Facebookra, sehol nyilvánosan. És olyan sok tragédiákat hallok, ami hát meg engem is nagyon nyomaszt, és az egész kedély állapotomat tönkreteszi. De igyekszem mindenkinek segíteni, de azt hiszem, hogy az első és a legfontosabb, hogy az emberek lelkét kell helyre tenni, mert egyszerűen nem bíznak magukban, vagy nem tudom, félnek, vagy inkább szedik otthon a nyugtatókat, az altatókat, és azt hiszik, hogy nem majd valami egyszer rendbe jön, valaki jön, egy valami csoda történik. Hát nem fog történni csoda, mert ugye csak az történik, amit mi akarunk. Ha nem akarjuk, nem fog megtörténni. Ez az egész dolog olyan, mint a gyerek, biztos tudjátok. A gyerek is elmegy addig, ameddig lehet. Anyu azt vedd meg, anyu azt adjál. És amíg az anyu adja, addig a gyerek követ.